ünnepe, az egyéni világbajnokság kontinentális döntője zajlik, és azért nagy ünnep ez, hiszen ilyen rangos salakmotor rendezvényt Magyarországon még soha nem rendezhettek. Kedves nézők, természetesen már zajlik a verseny 10 óra óta, eddig 13 futamot rendeztek meg. Az olasz Alfonzónak és a cseh Kaspernek is 10-10 pontja van, és a 16 versenyző közül, ami a leglényegesebb adat így előjáróban, hogy 4-en fognak tovább jutni ebből a kontinentális döntőből, plusz egy tartalék, és 2 magyar versenyzőért is szurkolhatunk, Adorján Zoltánért, akinek 3 futam után 6 pontja van, a másik magyar versenyzőnek szintén 6 pontja van, őt Nagy Róbertnek hívják. És most várjuk a 14. futam résztvevőit, azért különösen fontos ez a futam, hiszen itt láthatjuk majd Adorján Zoltánt. A rajtszáma 13-as, nem a legszerencsésebb, ez rögtön az első futamában látszott, ugyanis szinte végig vezetett, és az utolsó körben géphiba miatt lassítania kellett, és így csak a 3. helyre tudott befutni akkor. 2 nagyon értékes pontot veszített ezzel, de mondom, még így is van esélye, hiszen óriási körbeverések vannak itt a nagy nevű versenyzők között. Amíg várjuk a futam résztvevőit, elmondom, hogy 20 futamot rendeznek a nap folyamán, mindenki mindenkivel találkozik, és 4 futam után van pályafelújítás, 1 futam 4 körös, ez természetesen csak azoknak mondtam el, akik még nem nagyon láttak salakmotoros versenyt, a többiek, a salakmotor szerelmesei nyilván tudják ezeket az adatokat, amik a legfontosabbak. A mai versenyen 4 továbbjutó lesz már, ahogy említettem, és a Norvégiában rendezendő interkontinentális döntőből is az első 4 jut tovább. Az idei Grand Prix utolsó 8 helyezettje szintén csatlakozik hozzájuk, és így 16 versenyző vesz majd részt azon az októberi Challenge versenyen, amelyen ki lehet harcolni a jövő évi világbajnoki Grand Prix sorozatban való részvételt. Itt tehát mindenképpen az első 4 között kell végeznie, vagy Adorjánnak, vagy Nagynak, ha egy kicsit elfogult akarok lenni, akkor azt mondom, hogy mindkettőjüknek, de az azért elképzelhetetlen valószínűleg. Andy Bössner, Adorján, Topinka és Majda. Tehát kék sapkában kell figyelni, körülről a második, Adorján Zoltán, akinek 6 pontja van, legnagyobb ellenfelének Topinka ígérkezik ebben a futamban. Adorján nézi a motorját, és sikerül a belső íven eljönni elsőként. Mögötte Topinka a második, ahogy várható volt, és Majda, az olasz versenyző a 3. Adorján tehát az első helyen van. 3 köre van hátra. Adorján vezet a versenyben, és hogyha sikerülne megnyerni ezt a futamot, akkor 9 pontja lenne, és ott lenne az élcsoportban mindenképpen. 2. Topinka, 3. Majda, és csak 4. Bössner. Adorjánnak még 2 köre van hátra. Ezt kéne tartani, Zoli, ezt kéne tartani, és akkor meg lenne a 3 pont a futamgyőzelem. Nagyon jön mögötte egyébként a cseh Topinka. Hátra néz Adorján, konstatálja, hogy még ő vezet. Az utolsó kör. Most kell nagyon szorítanunk. Retteletesen jön Topinka. Örjön a közönség. Külső íven támad a cseh, Adorján, megnyeri! Hú, rettenetesen fontos 3 pontot hozott. 2 pontos Topinka és Majdának 1 pontja van. Tehát azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy Adorjánnak megvan a futamgyőzelem. Borzasztó nagy verseny volt. És ez azt jelenti, hogy Adorján Zoltán 9 pontos, felzárkózik a 10 pontos Alfonso és Kasper mögé. Megelőzte ezzel a 8 ponttal álló Kasztányát. Nézzük a lassításokat. Itt a rajt. És ott kékben már Adorján az élen, de nagyon támadja
fehérben Tomáš Topinka. És nem sikerült megelőznie. Adorján fantasztikusat művelt. Adorjánnak tehát 9 pontja van. Topinka 7 pontos, Majda pedig 3 pontos ebből a futamból. És Böszner az, aki nem gyarabította pontjai számát, tehát ő neki továbbra is 2 pontja van. Adorján Zoltán 9 pontjával jelen pillanatban a harmadik helyen áll. Mondom, csak Kasper és Alfonso gyűjtött eddig többet. Hát ez óriási verseny volt. És eddig az élő kapcsolás során szerencsénk volt, hiszen egy magyar győzelmet láthattunk, és most is szurkolhatunk egy magyar versenyzőért. Még egyszer, még egy lassítás. Borzasztóan támadta Topinka, és ezt visszaverni, nagyon-nagyon kicsi a távolság, szorítja is kifelé Adorján, nehogy megelőzze, és nem sikerült szerencsére a cseh versenyzőnek. Bravo Adorján! Hasonló bravúra van szüksége Nagy Róbertnek a 15. futamban. Nagy Róbert egy sárga sapkában látjuk majd. És az orosz Mardanshin, valamint a lengyel Olszewski lesz az ellenfele. És azért várok, hogy ki lesz a negyedik versenyző, ugyanis az előző futamában a lengyel Darius Sledge már nem jött ki, hanem egy tartalékversenyző Bódi indult helyette. Tehát most kíváncsian várjuk, hogy vajon Sledge érkezik-e. Nem Sledge érkezik, hanem a 18-as rajtszámmal induló tartalékversenyző, a cseh Román Matušek. Sledge tehát úgy tűnik, miután 2 futamja után 0 pontos volt, föladja a mai versenyt. A kontinensen 96 induló volt az idei év során. Az idei sorozat áprilisban kezdődött, és a korábbi évek eredményei alapján meghatározták, hogy melyik ország hány versenyzőt indíthatott. A mieink közül 9-en próbáltak szerencsét a kezdetek kezdetén, és 2-en jutottak el idáig. Adorján és Nagy. És Adorjánban titkon reménykedünk, hogy benne lesz a továbbjutó 4-ben, de én most már azt mondom, halud legyen kövér, hogyha Nagy most itt nyer, akkor még neki is lehetnek esélyei. Sárga sapkában Nagy Róbert a képen, közelében itt pedig már a többiek, ahogy készülődnek. A rajta versenyzők elmondása szerint 80%-ig pontos a végső sorrendet illetően. Márpedig Nagy Robi elég rosszul kapta el a rajtot, csak a negyedik jelen pillanatban. Pirosban Mardanshin vezet, mögötte Olszewski, Román Matušek, és negyedik helyen Nagy Róbert, aki próbál most belülről jönni, de nem sikerül neki. Mardanshin az első, második Olszewski. Matušek támadja a második helyen motorozó lengyelt, Nagy Róbert továbbra is a negyedik, és magabiztosan vezet Mardanshin az orosz. Nagy Robi, most kéne egy huszárcsíny, valami óriási bravúr, de innen már nagyon-nagyon nehéz lesz. Sajnos a rajt nem sikerült. Rinat Mardanshin vezet, mögötte Olszewski a második. Harmadik helyen Matušek, a tartalék. Aki viszont kiáll. Kiállt Matušek, ami azt jelenti, hogy Nagy Robinak még lehet 1 pontja. A győztes Mardanshin, második Olszewski és Nagy Róbertnek 1 pontja van. Sajnos attól tartok, ezzel elúsztak a továbbjutási esélyek Nagy Róbert számára. 7 pontos nagy körbeverésekre lenne szükség, hogy ő is bejusson. Itt látható a rajt, hozzánk legközelebb Nagy Robi, és sajnos nem sikerül a külső íven befurakodnia a többiek közé. A belső íven Mardanshinnak sikerült a legjobban eljönnie. Így most az összesítésben Mardanshinnak 7 pontja van,
Olszewskinek 6. Román Matusek pont nélküli maradt, eddig először indult ebben a futamban, és Nagy Róbertnek ezzel a harmadik helyjel 7 pontja van. Hát nagyon nehéz lesz neki, Adorjánban viszont mondom, még bízhatunk. Grand Prix rendszerről beszéltem egyébként itt korábban, ez a salakmotorban is egy új lebonyolítási rendszer, hiszen eddig csak egy világbajnoki döntőt rendeztek, az idei évtől azonban Grand Prix sorozatot, ugyanúgy, mint mondjuk a Forma 1-ben vagy a gyorsasági motorosoknál, ami azt jelenti, hogy 5 állandó helyszín van és egy változó, úgynevezett mobil helyszín, 6 verseny alapján hirdetnek világbajnokot. Az idei évben még a korábbi eredmények alapján határozták meg, hogy mely 16 versenyző indulhat a Grand Prix sorozatban, de jövőre már az idei kvalifikációk, többek között az itt látható verseny dönti el, hogy az igen rangos 16 versenyzőt számláló sorozatba kijut be. Szajdgárejev, Kolodzsi, Brhel és Schwab, ők a 16. futam résztvevői. Szajdgárejevnek és Kolodzsinak 5-5 pontja van, Brhel egyelőre pont nélküli, és Schwab 3 pontos. Tehát ha azt mondom, hogy Adorján szempontjából talán az lenne a legjobb, ha Brhel vagy Schwab nyerne, akkor nem állok messze az igazságtól, hiszen ők nem lennének még veszélyesek a magyar fiúra. Szajdgárejev vagy Kolodzsi győzelme esetén a győztes 8 pontos lenne, és ő veszélyt jelenthetne Adorjánra. De mondom, még az utolsó sorozat, az utolsó kör, hogy úgy mondjam, amikor még mindenki az utolsó futamában részt vesz, hátra van, ott fog minden eldőlni. Nehezen állnak be a versenyzők. A kékben versenyző Kolodzsi kapta el legjobban a rajtot, de belülről be tud jönni Szajdgárejev, és Kolodzsi megelőzi. Hát itt most szinte centikről centire egymást előzgették, és még mindig nem alakul ki. Még mindig kettejük között nagyon nagy a párharc. Kolodzsi és Szajdgárejev. Harmadik Schwab sárgában, az már biztos. És ahogy mondtam, Szajdgárejev és Kolodzsi is tudja, hogy ez a futam döntő lehet. Kolodzsi az élen, az ukrán. Tolja kifelé, ellenfelé Szajdgárejevet, aki folyamatosan kívülről szeretné támadni, de így természetesen nagyobb távot kell megtennie. Viszont mivel a pályafelújítás óta a negyedik futamban vagyunk, a külső éven puhább a salak, és talán könnyebben tudna motorozni, most belülről is próbálta támadni. Az utolsó körben vannak, Kolodzsi nagyon taktikusan versenyezve tartja első helyét, Szajdgárejev a második, harmadik Schwab, és most már ez is marad. Kolodzsi, Szajdgárejev és Schwab a sorrend. Nem született tehát meglepetés, Kolodzsié a 3 pont, Szajdgárejev 2 pontos, és Schwab 1 pontos, Brhel, ahogy eddig is, most is pont nélkül maradt. Ami azt jelenti, hogy Kolodzsinak összesítésben 8 pontja van. Tehát ő lehet a legveszélyesebb ebből a futamból Adorján Zoltánra. Nézzük a lassítást. Már itt kettejük nagy párharca látható. Pirosban Szajdgárejev egy hajszálnyival előrébb. Aztán kívül Kolodzsi is megpróbálkozik. Itt sikerül is elhúznia egy icipicit Szajdgárejevtől. Tehát már a rajt után ők ketten voltak nagy versenyben. Itt nagyon nagy a küzdelem, és végül is, mint mondtam, Kolodzsi lett az első ebben a futamban, a második Szajdgárejev, akinek 7 pontja van az összesítésben, és Schwabnak összesítésben 4 pontja van. Most pályafelújítás következik, kedves nézők, az utolsó mindent eldöntő sorozat előtt, de mi természetesen nem tétlenkedtünk, amíg az élő közvetítésre került a sor, tehát most felvételről egy-két korábbi esemény következik. A nap 10. futama következik, és az utolsó esélyét ragadhatja meg Nagy Róbert, akit ezúttal kék sapkában láthatunk majd. Nagy ellenfele lesz a cseh Kasper, aki eddig 5 pontos, Nagynak 3 pontja van, fehér sapkás Schwab
és a sárga sapkás osztrák Bössner két pontos. Nagy Róbertnek ezt a futamot meg kéne nyernie, akkor 6 pontja lenne, és akkor még talán lenne esélye arra, hogy benne legyen a továbbjutó 4-ben. A bírónak kell állítgatnia még a versenyzőket. Nagyon szurkolunk tehát. Két sapkás, nagy ér! Na nézzük! Nagy egyelőre a második helyen, de kívülről megpróbálja előzni. És meg is tudta előzni Kaspert. Kasper azonban rátapad Nagy Róbertre. Nagyon-nagyon kell vigyáznia. Nagy az első, Kasper a második és Svab a harmadik. Rendkívüli izgalmak, hiszen ezen a futamon sok minden eldőlhet. Ugyanúgy, mint korábban egyszer Adorjánnál, fölállva ünnepli a magyar versenyzőt a közönség, és reméljük, hogy a most vezető Nagy nem lesz olyan balszerencsés, mint akkor Adorján, akinek géphiba miatt ki kellett állnia úgy, hogy végül csak a harmadik helyre tudott bejönni. Utolsó körét kezdi meg Nagy Róbert, mögötte második Kasper, és harmadik helyen Antonin Svab. Nagy Robi, gyere! Most már csak az utolsó kanyar, ahol nem lehet rontani. Nagyon kisodródik! De jó! Megvan! Nagy három pontos, második helyen jött be Kasper, és Svab a harmadik. Bravo, Nagy Róbert! Érdemes még egyszer megnézni a futam döntő mozzanatát, amikor a kék sapkás Nagy Róbert kívülről támadja nagy ellenfelét, a cseh Kaspert, és végül is sikerült megelőznie, ezzel az érre állt, és a futamot is sikerült megnyernie. Most 6 pontos Nagy Róbert. Két magyar is van a most következő futamban, és ez azért történhetett meg, mert a lengyel Darius Szlecs helyén a tartalék Bódi László indul. A másik magyar pedig Adorján Zoltán, akinek ezelőtt a futam előtt 3 pontja van, és a nagy ellenfele Armando Castagna, az olasz versenyző, aki eddig mindkét futamát megnyerte. Adorjánnak sikerül az első helyre állnia, de nem, kívülről. Kívülről sikerült megelőznie Bódinak. Persze lehet, hogy ez amolyan felvezetés. Na, kíváncsiak vagyunk. Lehet, hogy Bódi csak Adorjánt akarja majd segíteni. Sárga sisakban, harmadik helyen van Castagna. Nagyon nagy bravúr lenne, hogyha Adorjánnak sikerülne legyőznie az olasz fiút. Második Adorján, de lehet, hogy Bódi csak őt fogja segíteni. A két magyar az élen. És most belülről még mindig nem jön Adorján, még mindig segíti őt Bódi. Nagyon leszakadva Castagna. Óriási bravúr lenne, kérem. Na nézzük! Gyerünk, Adorján, gyerünk! Második Bódi, harmadik Castagna. A bravúr kapujában Adorján Zoltán. Második Bódi, harmadik Castagna. Igen! Megvan! Gyönyörű volt! Hát ez nem igaz! Fantasztikus siker! Adorján megnyerte a futamot! Második Bódi, aki segítette végig, és Castagna csak harmadik! Nézzük még egyszer a rajt pillanatait, hiszen ezek voltak a döntő mozzanatok. Pirosban Adorján, aki itt még mintha az első helyre állna, és ott jön mögötte, fehér sapkában Bódi. Kívülről Bódi, aki aztán az érre állt, és végig segítette Adorján. Ez volt a döntő. És még egy fontos pillanat, lassítva itt fej-fej mellett a két magyar, pirosban Adorján és fehérben Bódi. Adorján jön belülről, és itt előzte meg Bódit, és tartotta meg utána az első helyet. Hát azt hiszem, ezekből a felvételekből is kiderült, hogy nem akármilyen izgalmak voltak már itt Miskolcon eddig is, és a java még csak most van hátra.
az utolsó sorozat előtt, tehát még minden versenyzőnek, mind a 16 versenyzőnek egy-egy futama van, és nézzük az összesített pontversenyt. Alfonzónak és Kaspernek 10-10 pontja van, harmadik Adorján 9 ponttal, Kolodyi Kasztanya 8-8 pontos, Nagy Topinka, Szajdgarejev és Márdánsin 7-7 pontos, négyen jutnak tovább, mint már mondtam, és óriási balszerencse így visszagondolva Adorján Zoltán szereplésére, hogy mint már elmondtam, az első futamában végig vezetett, és a negyedik körben a motorja felmondta a szolgálatot, csak begurulni tudott a célba, hogy szerezzen még egy pontot. Tehát ott kettő pontot gyakorlatilag balszerencsésen veszített el. Ha az meg lenne, 11 ponttal ő vezetne, de nincs ha. Sajnos, nincs ha. Jelen pillanatban a harmadik helyen van Adorján. Alfonso és Kasper a két legnagyobb ellenfél. Különösen, hogyha tudjuk, hogy Kasperrel majd egy futamban lesz, de annyira ne szaladjunk előre. Most még a pályafelújítás zajlik, és már beszéltem egy kicsit erről a Grand Prix sorozatról. Remélem, hogy világos. Ott egyébként elég bonyolultnak tűnik a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetségnek ez az új bevezetett Grand Prix sorozata. De hát bízom benne, hogy ez valamennyire érthető volt. Szóval a jövő évi Grand Prix-ben majd 16-an indulhatnak, és a leglényegesebb, hogy innen tovább kell jutnia Adorjánnak, hogy esélye legyen a jövő évi sorozatban való részvételre. Pont egyenlőség esetén egyébként a továbbjutó helyeken külön futamot rendeznek majd, ami azt jelenti, hogy nem nézik azt, hogy ki, hányszor volt első, hányszor második, semmiféle számolgatás nincs. Pont egyenlőség esetén az a két versenyző odáll, és fej-fej mellett ki-ki küzdelemben eldönti, hogy ki hányadik lesz. Ez azt hiszem a legtisztességesebb módszer. Még néhány szó talán a salakmotorozásról, akik esetleg csak ezt a versenyt követik figyelemmel. Mondom, Magyarországon még ilyen rangos viadalt nem rendeztek, tehát a kontinens 16 legjobb versenyzője van itt, bár hozzáteszem, hogy a kontinens szót csak a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség értelmezése szerint mondom, ugyanis náluk például az északi és az angol versenyzők nem az Európai Föderációba tartoznak, ők az interkontinentális ligában versenyeznek, meglehetősen furcsa ez is a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség részéről, de hát gondolom, hogy a hagyományok miatt ezen nem változtatnak. Egyébként az az erősebbik liga, hiszen a dán, a svéd és az angol versenyzők a legjobbak a hagyományok és az erős bajnokság miatt. A motorok 500 köbcentiméteresek, 65 lóerős széria motorok, és ez jön még a tuningolás, ami minden motornál különböző, négy üteműek egyébként ezek a gépek, és ami érdekesség, hogy az üzemanyaga nem benzin, hanem metanol. Futaménként körülbelül másfél-két liter a fogyasztás, hiszen 100 kilométerre körülbelül 100 liter a fogyasztás, ez elég nagynak tűnik, az is. Kisebb egyébként az üzemanyagtartály, pont azért, mert egy futamban kisebb a fogyasztás, és 3 liternyi üzemanyag fér ezekbe a tankokba. A motorokon nincs sem sebességváltó, sem fék, a gyorsulást a gázadagolással szabályozzák a versenyzők, tehát csak a gázzal lehet lassulni, illetve gyorsulni. Egy ilyen katlanba bemenni egy fék nélkül rendelkező, és fékkel nem rendelkező géppel, enyhén szólva őrültség. A motorok ára 4-4,5 ezer német márka között mozog, nem olcsó mulatság tehát. Most már kimentek a locsolókocsik, és várjuk a mindent eldöntő utolsó sorozatot. A 17. futamban 10 pontos Stefano Alfonso, a 7 pontos Topinka, a 4 pontos Schwab, és feltehetőleg Sledge helyén Bódi László fog majd indulni tartalékként, aki, mint láthatták, nagyon-nagyon nagyot segített Adorjánon abban a futamban. A kollégáim már jelzik, hogy valóban Bódi fog érkezni, ők már látják a depót. Tehát Sledge helyén Bódi Lászlónak szurkolhatunk majd. Íme itt a képen 17-essel.
és Alfonsóra kell majd nagyon figyelnünk, aki a végső sorrend szempontjából, mivel 10 pontjával holtversenyben vezet. Hát ő nagy esélyes ennek a futamnak, és hogyha így lenne, hogyha megnyerné, akkor 13 pontja lenne, és ő már majdnem biztosan benne lenne a továbbjutó négyben. Alfonso egyébként 27 esztendős a Logino versenyzője, és viszonylag rövidebb salakmotoros múlt van mögötte, mint ahogy ezt a kiadott sajtóanyagból megtudjuk, de az idei évben már mutogatta az oroszlán körmeit, és ez azt jelenti, hogy a jövő emberének tartják Olaszországban. Persze a legnagyobb sztár még mindig Armando Castagna, aki ezen a mai napon eddig 8 pontjával szintén ott van a továbbjutásra esélyes versenyzők között. Ő majd a második futamban indul, legalábbis itt a pályafelújítás után második összesítésben 18. futamban, és a végére maradnak majd a nagy izgalmak, hiszen a 19. futamban láthatjuk Kaspert és Adorjánt, és a 20. futamban Nagy Róbert, aki talán még körbeverések esetén esetleg valahogy becsusszanhat továbbjutó helyre, de ahhoz azért szerencse kéne. Mindkét magyar versenyző egyébként Angliában profiskodik, és hogy a magyar salakmotorozásnak milyen nagy dolog az, hogy ezt a rendezvényt megrendezheti, az bizonyítja, hogy jövőre például egy csapatvilágbajnoki döntőt rendezhet itt Miskolc, ahol a magyar csapat kiemelten a világdöntő résztvevője lesz. Tehát ez tulajdonképpen egy hosszabb távú, nagyobb programot biztosító programsorozatnak az első része, azon kívül, hogy természetesen itt Miskolcon már rengeteg rangosabbnál rangosabb salakmotorversenyt rendeztek. További terv még idehaza, hogy 1997-ben a Grand Prix mobil helyszíne lehet egy magyar város, tehát mint említettem, 5 állandó helyszíne van a mobil sorozatnak, a Grand Prix sorozatnak is egy mobil helyszíne, egy ilyen változó helyszín, és ez a változó helyszín lehetne Magyarország. Ezzel kapcsolatban azonban akadt egy kis gond, ugyanis ezeket a Grand Prix versenyeket mindig szombaton este 8 órakor villanyfénynél rendezik, és így helyszínt kell még találni. A Magyar Szövetség ebben is várja természetesen mindenkinek a segítségét, aki esetleg helyszínt tud ajánlani, vagy anyagi segítséget. Tehát mindenképpen ezt azért jó lenne megoldani, mert ezek a Grand Prix viadalok azon kívül, hogy óriási erkölcsi elismerést jelentene, természetesen anyagilag sem akármilyen előnyökhöz jutna a Magyar Szövetség és a rendező város, a rendező helyszín. Ennek a mai versenynek a fővédnöke egyébként dr. Kuncze Gábor belügyminiszter, a főszponzora pedig a Polisz Alapítvány. Először a miskolci versenyek történetében, eddig a Hungária biztosító volt a főszponzor, ők sem szálltak ki teljesen, tehát ők is támogatják a mai versenyt. Ami a magyar salakmotorozásnak a történetét illeti, Miskolcon az 50-es évek elejétől van salakmotor, ahogy ezt Kővári Kázmértől, segítőnktől megtudtam, ő a MAMS salakmotoros szakágának a vezetője és itteni versenyigazgató. És kezdetben a crosszal is próbálkoztak itt Miskolcon, de végül is a salakmotor maradt a népszerűbb. A második világháború előtt a vasas és a postás pályán salakmotoroztak hazánkban, aztán Kelet-Magyarországra terelődött át a bázis, és a mai napig is Debrecen, Gyula, Miskolc, ezek a legnagyobb fellegvárak. A hőskorban kiemelkedő versenyzők voltak, Dajka István, Vörös Lajos, Perge József, aztán jött a Perényi, Radácsi, Gyepes, Csató, Szőke korszak, és ma Adorjánért és Nagyért szurkolhatunk, mostantól kezdve pedig aztán igazán nézhetjük, igazán szurkolhatunk, hiszen jönnek a versenyzők, az utolsó sorozat következik. Bódi, aki tartalékként indul Sledge helyén, most tehát érte is szurkolhatunk, Adorjánon és nagyon kívül. Íme a sorrend, a mostani rajtolók sorrendje, Alfonso, Topinka, Swab és Bódi hozzánk legközelebb sárgában. A végkifejlet következik tehát, kedves nézők, nagy izgalmakra van kilátás. A versenyzők nagyon jól ismerik egymást, hiszen egy-egy profi versenyző 50-60 versenyen is rajthoz áll egy év során.
kívülről ismerik már egymásnak szinte minden mozdulatát, jó barátok, de itt félre van téve minden barátság, itt küzdelem folyik. Minden egyes pontért. Bódi László a Hajdúvolán és a lengyel Krosznó versenyzője, 35 esztendős, a 94-es magyar bajnokság második helyezettje, és egyszer már nagy szolgálatot tett Adorjánnak, azzal, hogy segítette abban a bizonyos felvételről látott futamban. Most pedig azzal segíthetne, hogyha legyőzné Alfonzót. Sajnos rosszul kapta el a rajtot Bódi. És nagy harcban Swab, valamint Alfonzó. Alfonzó most az első helyen. Följön másodiknak Topinka. Alfonzó kisodródik egy kicsit. De vezet továbbra is az olasz versenyző eddig. Belülről sikerült Topinkának eljönnie. Alfonzó támadja vissza. Nem sikerül belülről megelőznie. Topinka az első, Alfonzó a második, de belülről Alfonzó próbálkozik. Topinka! Jelzem, hogy Bódi a harmadik, és Swab a negyedik. Alfonzó tudja, hogy ezen a futamon nagyon sok múlhat, tehát rettenetesen támadja Topinkát. Topinka az első, Alfonzó a második. És az utolsó kör kezdődött meg. Topinka, aki 7 pontos, és a 10 pontos Alfonzót esetleg megfoszthatja a 3 ponttól, ami nekünk nagyon jól jöhet, hiszen Adorjánnak segít. Topinka győztes, második Alfonzó, és harmadik helyre jött be Bódi László. Alfonzó tehát összesítésben 12 pontos, ami azt jelenti, hogy Adorján befoghatja őt pontszámban. Csak akkor természetesen, ha megnyeri majd a saját futamát. Íme a rajt. Hozzánk legközelebb látható, hogy Bódi nagyon rosszul rajtolt. És középen Alfonzó, valamint Topinka harcol. Aztán jön Swab fehérrel. Kinézett egy picit oldalra. Alfonzó látta, hogy jön Swab. Ezért úgy gondolta, jobb, hogyha elhúzok tőle. És itt még Alfonzó vezetett, és később jött fel Topinka, akinek így az összesítésben 10 pontja van. Tehát megint csak sűrűsödik az élmezőny, és erről a keresztbeverésről, erről a körbeverésről beszéltem, ami talán Adorjánt, és esetleg még nagyot is segítheti, bár nagynak, most, hogy már egy 10 és egy 12 pontos versenyző van, nagyon úgy nézem, hogy elszálltak a reményei, hiszen Kasper is 10 pontos, Adorján 9 pontos jelen pillanatban, tehát hát majd meglátjuk. Úgyis lesz bőven még számolgatás itt a nap folyamán. Közben a lassításokat láthatják a kedves nézők. Rendkívül érdekes volt ez a verseny is, hiszen Alfonzó tudta, hogy meg kéne nyernie, de nem tudta már befogni a kék sapkás Topinkát. Ez azt jelenti, hogy Alfonzó 12 ponttal zárt, Topinkának 10 pontja van, Antonin Swab maradt 4 pontos, és Bódi László, aki tartalékként versenyzett, 3 pontot szerzett, gratulálunk neki, hiszen beugróként ez nagyon nehéz szerepkör. A most következők között én azt mondom, Kasztányára kell nagyon odafigyelni, és Szaidgarejevre. Kasztánya 8 pontos, Szaidgarejev 7 pontos, Márdánsin is 7 pontos, tehát még az orosz versenyzővel is számolni kell, aki sárgában indul, majd Kasztánya lesz a fehér. Andy Bössner mindössze 2 pontja van az eddigi futamok alapján, tehát vele nem nagyon kell számolni ebben a futamban az eddigiek alapján. Aztán bármi történhet. Armando Kasztánya 7-es rajtszámmal. A magyar közönségnek is nagy kedvence, az Arcignano és az angol Oxford versenyzője, 32 esztendős, 9-szeres olasz bajnok, 5-ször volt a salakmotoros világbajnokság döntőse, és nagyon nem volt ideges a mai versenynap előtt. A bemutatásnál mindenki kapott egy virágcsokrot egy csinos hölgytől, nos, Kasztánya azonnal magához ragadta a kezdeményezést, és egyben a hölgyet is, magához húzta és alig engedte el.
nagyon nagy tapsot kapott, a hölgy pedig meglepődött egy picit, de azért tetszett neki a dolog. Na nézzük Kasztánya, hogyan motorozik, mert hogy nagy vagány az biztos, egyébként jó barátok, jó cimborák Adorjánnal, és ahogy láthattuk a felvételről lement utamban, Adorján legyőzte Kasztányát. Andy Böszner is ott van nagy meglepetésre, és ki is csúszik. Böszner kicsúszott. Márdánsin vezet. Leállították a futamot, le is állnak a versenyzők, hiszen nem tudták volna szabaddá tenni a pályát. Nézzük még egyszer a lassítást. Kékben látható Böszner, és a nagy tömörülésben elesik. Mind a négy versenyző folytathatja, ez lett a dán vezetőbíró Christensen döntése, tehát senkit nem zártak ki, úgy ítélték meg, hogy nem történt ütközés. Kicsúszott a motor Böszner alól. Tehát mindenki folytathatja, senkit nem zártak ki. Arra vagyok csak kíváncsi, hogy Böszner tudja esetleg vállalni az újabb rajtot. Természetesen mindenki ezt firtatja. Minden esetre Szaidgarejev már odaállt, hogy ő készen áll. Ezzel is sürgeti, mint egy a többieket. Szeretne minél előbb túl lenni a dolgon. Kasztánya egyelőre a motorján állítanak valamit az olasz versenyzőnek, miközben önök még egyszer a lassítást láthatták. Itt van már a rajtnál Szaidgarejev, kettes rajtszámmal pedig Andy Böszner, az osztrák fiú, akit megtapsolnak a miskolci nézők. Kasztányának a motorját is javítgatják, és még Márdánsinét is. Itt van Armando Kasztánya, hatalmas csapattal és hatalmas szurkolótáborral érkezett egyébként. Ugyanúgy, mint a Forma 1-es és gyorsasági motoros versenyzőknél, a legjobb versenyzőknek kiterjedt technikusi, szerelői, segítői csapata van, de hát ezen nem lehet meglepődni. Itt van Kasztánya. Nagy kedvenc, óriási tapsot kapott, talán Adorján és Nagy után, na meg Bódi után, tehát a magyarok után ő kapta a legnagyobb tapsot, bár nincs nálam ilyen taps hangmérő, de csak úgy szabadfűre ezt állapítottuk meg. Ezzel most egy kicsit csúszik a program, de bízzunk benne, hogy befejeződik adásidőre minden. Újra beállnak a versenyzők, ugyanaz a felállás tehát, semmi sem változik. A kérdés az, hogy most sikerül-e rendben eljönniük. Megint besodródott oda egy kicsit Böszner, az első helyen pedig Márdánsin. Kasztánya egyelőre csak a negyedik helyen motorozik, ami óriási meglepetés. Márdánsin vezet, második helyen Szaidgarejev, nézi, hogy mikor jön Kasztánya. Kasztánya azonban egyelőre még nem jön, lehet, hogy valami gond van a motorjával, mert nagyon nézte a gépét. Márdánsin, Szaidgarejev, Kasztánya, és Kasztánya lehet, hogy nem lesz továbbjutó, hát ez óriási meglepetés lenne. Most begyújtja a rakétákat, Szaidgarejev, már ő az első, nagyon támadja Márdánsin, Kasztánya a második, és megvolt neki a második hely. Még nem, bocsánat, egy kör még átra van, én már lezártam volna a futamot gyorsan, hiszen Kasztánya győzelme, az nekünk nem lenne annyira jó. Szaidgarejev, második Kasztánya, harmadik Böszner, és ez a végső sorrend. Tehát Szaidgarejev győzött. Ki kellett állnia Rinat Márdánsinnak, aki 7 ponttal zárta tehát a versenyt.
Szajdgarejev 10 pontos, Kasztánya is 10 pontos, és Böszner 3 pontosan zárta. Nézzük a jó rajtot, mert hogy most már nem volt gond. Böszner egyébként ugyanott próbálkozik, mint az előbb, amikor elcsúszott. Sárgával Márdánsin jön ki a legjobban a rajtból. Második helyen Szajdgarejev, ott van Böszner, és Kasztányának a rajtja sikerült nagyon rosszul. Egy gyors összegzés tehát. Kasztánya 10 pontos. Szajdgarejev szintén 10 pontos, és ez azt jelenti, hogy már háromuknak van 10 pontja. Kasztánya, Topinka és Szajdgarejev. Itt tehát mindenképpen külön futam lesz. Márdánsin 7 ponttal zárt, és már nem szólhat bele a továbbjutás kérdésébe, csak úgy, mint Andy Böszner, aki 3 ponttal zárta az 5 futamot. A képen Rinát Márdánsin, akinek bal szerencséje volt, hiszen nem tudta befejezni ezt a futamot. Valami gondja volt a motorjával. És akkor most kell nagyon izgulnunk. Most kell nagyon izgulnunk, mert Adorján futama következik, miközben itt még mindig a lassítás természetesen. Érdemes megnézni a hatalmas tülekedést. Jó verseny volt ez is. Itt egymás mellett. A sisak húzat egy kicsit, mint hogyha lerepült volna Szajdgarejev fejéről, de ez sem zavarta abban, hogy megnyerje a futamot. Picit fölfelé áll ez a sisak húzat, de azért mindenki látja, hogy ő volt a piros. Itt nézett hátra, nézte, hogy jön Kasztánya, de a győzelmét már nem akadályozhatta meg. És akkor nézzük. Fehérben látható majd Adorján Zoltán, aki 9 pontos, és a nagy-nagy vetélytárs, a 10 pontos Kasper. Mindenképpen a futamgyőzelem a cél, mondom én, innen könnyű beszélni, Adorjánnak nehéz dolga lesz. Ne felejtsük el, még Kolodzsinak is 8 pontja van, és ott van a 6 pontos Olszewski. Tehát igazán rangos mezőny. Csak a szívem mondatja azt, hogy Adorjánnak nyernie kell, azért nagyon erősek a vetélytársak. Adorján, sikerült bejönnie, bravo! Kívülről támad egyébként Kolodzsi, húha, sikerül-e megfognia Adorjánnak. Kolodzsi a második, Olszewski a harmadik, és Kasper egyelőre negyedik. Adorján vezet, ott van mögötte Kolodzsi, akinek szintén nagyon fontos ez a futam, hiszen egy ponttal van csak Adorján mögött az összesítésben. Adorján Zoltán, az első, második Kolodzsi. A közönség természetesen bíztatja Adorján. Jaj, csak nehogy megint a gépével legyen valami. Adorján az első, második Kolodzsi. Nagyon támadja az ukrán versenyző. Gyerünk, Adorján! Megint mindkét oldalra kinéz. Az utolsó körét kezdte meg Adorján Zoltán. A 12 pont a cél. Gyerünk, Kolodzsi támadja. Borzasztó nagy hajrá, borzasztó nagy verseny. Adorján vezet, Kolodzsi támad, Adorján nyer, megvan, Kolodzsi, Kasper a további sorrend, Adorjáné a 3 pont, ez igen, és két negyet ütött egy csapásra, hiszen Kaspert megelőzte az összetetben, mert Kasper csak harmadiknak jött be, a rajta döntő. A versenyzők szerint 80%-ban a végeredményt is befolyásolja a rajt, és íme már itt az érre állt Adorján Zoltán, és nem is engedte ki a kezéből az elsőséget. Óriási volt! Adorján föl tudott állni azután, hogy az első futamában borzasztó nagy bal szerencséje volt.
végig vezetett, és a motorja felmondta a szolgálatot, csak egy pontot szerzett a megszerezhető háromból. És akkor, amikor mindenki azt hitte, hogy padlóra kerül ez a fiú, akkor fölállt, és egy óriási versenyzéssel. Most összesítésben 12 pontja van, és beérte a versenyben vezető Stefano Alfonsót. Hát ez a magyar virtus, mondhatnánk. Megint a lassítások, érdemes Adorjánról beszélni, 34 esztendős. Az Adorján team, az angol Sheffield, a lengyel Tarnow és a német Güstrow versenyzője azért ilyen sok csapatban, mert mint mondtam, több profiligában is indulnak a legnagyobbak. Tízszeres egyéni magyar bajnok. A magyar autó és motorsport eddigi egyetlen világbajnoki érmet nyert csalakmotoros páros tagja, ez még 1992-ben a németországi Landshutban történt, Tihanyi Sándorral párban voltak bronzérmesek. Sok nemzetközi verseny győztese, egyéni VB döntős is volt jó néhányszor, és a jelenlegi legnagyobb magyar salakversenyző. És ezt ma bizonyította. Olszewski tehát, miközben már a következő futamhoz jönnek, azért összegezzünk, Olszewski 6 ponttal zárt, Kaspernek 11 pontja van, Adorjánnak 12, és Vladimir Kolodzsij 10 pont. És talán még a 10 pontosokhoz csatlakozhatna Nagy Robi. Nagy Róbert. Valóban telhetetlenség, amit most mondok, de olyan szép lenne, hogyha nem csak Adorján jutna tovább. Mellettem Kővári Kázmér is mosolyog. Hát valóban, ez tényleg telhetetlen méhecske vagyok, bevallom őszintén, de nem baj. Nagy Róbertet pirosban látjuk, majd ötös rajtszámmal. Dobrucki a lengyel versenyző kékben. Majda az olasz fehérben, és Bohumil Bruhel, aki még pont nélküli, sárgában. Közben szépen kijut nekünk itt a sárból és a vízből, a versenyzők túráztatják a motort, tehát ez ezzel együtt jár. A 20. futam következik tehát. Nagy az első! Nagy Róbert! Ugyanazt a bíztatást kapja. Második Dobrucki. Harmadik helyre Majda jött, és Bruhel a negyedik, de nézzük Nagy Róbertet. Integet neki a közönség. Hát lehet-e ilyen hangulatban veszíteni? Reméljük, hogy nem. Fantasztikus a közönség, és fantasztikus eddig Nagy Róbert is. Dobrucki van mögötte. Harmadik Majda, negyedik Bruhel. Nézi Nagy Robi! Nagy egyelőre az első helyen, mögötte ugyanazzal a távolsággal, tehát egyelőre nem tud följebb jönni Dobrucki. Bemutatják a sárga zászlót, keresztben egy fekete átlóval, ami azt jelenti, hogy az utolsó kör kezdődik. És Nagy Róbert vezet, hátra néz! Nagy az előnye, hiszen Dobruckinak valami gondja lehet a motorral, mert visszaesett a harmadik helyre. Nagy Róbert csatlakozik a 10 pontosokhoz, és a második Bruhel, a harmadik pedig Dobrucki. Bruhel tehát megszerezte első pontjait, de ami nekünk sokkal fontosabb, elnézést kérek a cseh versenyzőtől, hogy Nagy Róbertnek 10 pontja van. 10 pontja van Nagynak, Dobruckinak 7 pontja van, Majda 3 ponttal zárt, és még Bruhel teljesítménye 2 pont. Na azt mondja, 12 pontos Alfonso és Adorján, 10 pontos Nagy Róbert, Kolodzsij, Kasztanya és Topinka, sőt még Szajdgarejev is. Tehát 5-en vannak 10 pontosak. Jönnek majd a külön futamok. Nem tudom, kedves nézők, hogy mennyi fér bele az élő közvetítésbe. Most azt hiszem pályafelújítás következik. Hát sajnos
Tudomásom szerint 12 óra 30-ig van műsoridőnk. Most tehát a szó újra a stúdióé.